Hogy tudom, Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, egyetlen járok elő sem teheti, hogy irányítsa maga lépéseit. Vagyis mit tartalmaz, hogy nem vagyunk a sorsunknak urai? Abban az esetben a saját e, a akaratunk szerint járunk. A sorsunkat csak akkor tudja Isten irányítani, ha lemondunk az ön akaratról, és alárendeljük magunkat Isten akaratának, akkor a Szentlélek irányítja a sorsunkat, és az élet irányunkat ő szabja meg, és természetesen egyre szorosabb kapcsolatba hozza az Istenek a igazságával, Istenek az igéjével. Visszatérve tehát a sónak a megizetlenülésével nek részletesebben, részletesebben, foglalkozunk az okaival, és ezért visszatérünk a Lukás 14-hez. Még egy harmadik dolgot mond itt a názati Jézus Krisztus, még annyit, de mivel, hogy nincs idő, hogy miért is fontos Istenek az akarata szerint járni, és nem a saját akaratunkat követni. Azért, mert a keresztény élet az építkezés, a keresztény élet harc. És ráadásul ö, olyan építkezés jelent, amely természetülti erő nélkül, vagy kenet nélkül nem fog sikerülni. Olyan harcot jelent, hogy a magunk erejével, képességeivel ebben a harcban csak vesztesek lehetünk. Csak az Istennek a kegyelme és ereje tud bennünket győzelemre segíteni. Tehát ezért ö, két példát mond a názeti Jézus Krisztus a a keresztültünknek a hordozásával kapcsolatosan, hogy ezért az ön akaratra mondjunk nemet. És a döntéseinkben messze menőkig vegyük figyelembe a szent éleknek a vezetését. Azok az Isten fiai, akiket szent élek vezeti.